A mérkőzés előtt egyszerű volt a képlet, a győztes megszerzi a bajnoki címet és feljut az NB1-be, döntetlen esetén viszont a Kispest lesz a nevető harmadik. Az első percekben felváltva estek a gólok, egyik csapat sem tudott ellépni a másiktól. 9-8 után a hazaiak elkapták a fonalat, 17-11-nél úgy tűnt, hogy eldőlt a meccs, végül 17-13-as állásnál vonultak pihenőre a felek. A második játékrész elején az Eger átvette a vezetést, de a Kisvárda nem adta fel, emberhátrányban is gólokat szerzett, és 25-20 után már nem volt kérdéses, hogy kinyeri a találkozót, amely 30-25-ös végeredménnyel zárult. Ez azt jelenti, hogy az újoncként a biztos bennmaradás megcélzó KKC megszerezte a bajnoki címet, és Rácz Sándor együttese feljutott az élvonalba. Ebben a keretben van 8 sérülés utáni játékos, és hát nagyon-nagyon porciózva kellett a fizikai terhelést, és hát az, hogy 6 nációból álltak össze itt pedagógiailag is, ez egy borzalmas nehéz kihívás volt. Tehát én már sok szezont megcsináltam, nagyon nehéz szezonon vagyunk túl. Utólag igen-igen feszített volt, aztán azon vettük észre tényleg a tavasz folyamán, hogy ott vagyunk a dobogó környékén, és nem titok, utána lettek álmok, vágyak, egy kis presszió a háttérbe is. Hát... örülök, hogy vége van, és így van vége ennek a bajnokságnak. A bajnokság során 117 gól szerző Lévai Zsófia szerint a mérkőzés előtt volt nyomás a játékosokon, de a pályán már csak a játékra koncentráltak, aminek meg is lett az eredménye. Bevallom őszintén, például én nagyon izgultam az elején, és ezt meg is látszott, de utána ez elmúlt. Tehát a meccs hevével szerintem mindenkiből kiment ez a nagy izgalom, és átvette a helyét a küzdelem és a hajtás. Az NB1B keleti csoportjának élén a Kisvárdai KC végzett 43 ponttal, megelőzve a szintén 43 pontos Kispestet és a 42 pontos Eszterházi KFSC-t. A nyugati csoportban a Szekszárd szerezte meg a bajnoki címet.